amikor a HCCP rendszerrel foglalkoztunk, akkor már beszéltünk arról, hogy többféle tartósítási mód van. Hát ez az első, amit éppen veszünk, az aszalás és a szállítás. Egy olyan csapatot sikerült összehozni és kialakítani, akik valószínű, hogy a oktatás végén is, a tanfolyam végén is össze fognak tartani és segítik egymást. Ja, remélni. Az még lehet, 60 év fölött is. Hát, mire lejár a tanfolyam, elmegyek nyugdíjba. Az iskolában is együtt jártak? A felnőtt képzés azért különbözik csak a gyermekek képzésétől, mert sokkal nagyobb felkészültséget igényel a pedagógustól, mint a gyermekeknél. Ugyanis ők, nekik nincs gyakorlati tapasztalatuk, a felnőtteknek viszont rengeteg van. Első a szedés, második a válogatás, harmadik a mosás háromszor, tisztítás, sámozás, darabolás. Van 4 hektárunk körülbelül, amit művelünk, ezen kívül van egy kertünk és óriás sátraink. Meg itt a poharban is nagy szalvár és szalva van mindenki. Kicsik a sátrak sajnos, de hát ezt kaptuk. Itt palántát nevelünk és növényt is termesztünk. A szántóföldön is gyakorlatilag nagyon sokféle növényt termesztünk. Jelenleg késésben vagyunk, dinnyi ültetés folyik, holnap ezt úgy csinálni, és a paradicsom palántát visszük ki. A fólia mellé már kiültettük. Van munka bőven velük. Nem nagyon kényeztetjük el őket, azért megvédjük mindenféle korongozókat. A második gyakorlatban már itt befejezzük, akkor kárjuk ott. Most az a nagy szerencse Dégen, hogy itt a felnőttek nagy része, illetve majdnem mindenkinek kertje van, és gyakorlatban csinálja. Itt egy kis elméletet szerzünk még mellé, és a gyakorlatban ezt az elméletet megcsináljuk innen a kertünkbe. A kézi munkára igényes termékekkel kéne foglalkozniuk, ami eredményezhetné azt, hogy önállóan meg tudnának élni, és nem állami támogatásból kéne fenntartani ezeket az intézményeket. Az első lépéseket természetesen az államnak kell megtennie, azért, hogy létrejöhessenek ezek a szövetkezetek. A osztályozók nagyság szerint és érettség szerint, tehát mosom 4 fázisban, 4-szer mosom át, leszárítom, utána hálózom, tiszta késsel, kézzel, tiszta erényben.